Egy lakás vagy családi ház felújítása, átalakítása mindig komoly feladatot ró a tervezésben, kivitelezésben résztvevőkre és a megrendelő tulajdonosra is. Az elképzeléseket igazítani kell a meglévő adottságokhoz, az épület stílusához és természetesen a hatályos jogszabályokhoz is. A felújítási munkák egyik sarokköve a különböző hideg és meleg burkolatok kiválasztása és azok megfelelő lerakása. Egy rosszul megválasztott konyhai járólap vagy egy nem megfelelően felragasztott fürdőszobai csempe örök bosszúságot okozhat a későbbiekben. Többek között emiatt is elengedhetetlen, hogy már a kivitelezés megkezdése előtt a megfelelő szakembereket megtaláljuk. Bátran vegyük igénybe lakberendező segítségét is, hiszen ez a ráfordítás a későbbiekben megtérül. Filmünkben egy ilyen, kiválóan sikerült felújításon kalauzoljuk végig Önöket. Most ugorjunk vissza az időben, hogy megnézhessük a kiinduló állapotokat. Mindenképpen úgy kell megoldani, hogy egy előtérfal mögött úgy, mint itt, ott voltak a vezetékek. Káosz. Ezzel a szóval jellemezhető leginkább a bontás megkezdése után a lakás állapota. Falazás, gipszkartonozás, villany és vízszerelési munkák zajlottak az első időszakban. Azonban volt olyan, aki már ekkor is látta, hogy fog a jövőben kinézni a nappali, vagy éppen a hálószoba. Első körben én ezt csak papíron láttam, ezt az alaprajzot, tehát akkor teljesen más ingatlan formájában jelent ez meg, egy értékesítő iroda volt, és akkor először is a falakat kellett viátologatnunk, hogy ez egy használható házzá váljon, és itt elkezdtük ugye helyiségeket funkciókra bontani, hogy itt étkezés lesz, ugye nappali, illetve konyha, fürdőszoba, azt átbeszélve, hogy hozzájuk mi az, ami közel áll, mit szeretnének használni. Itt elkezdtük a színekre bontani, hogy milyen színárnyalatokba tudunk belefolyni. Hozzájuk elkezdtük válogatni azt, hogy hideg burkolatok, meleg burkolatok, tehát színek, tehát mi az, ami illik ahhoz a konyhához, hálószobához. Itt próbáltuk összevetni a színeket és az anyagokat. A lakás tulajdonosa már az elején kikötötte azt, hogy a legjobb minőségű anyagok használatát kéri a kivitelezőtől, különösen a burkolások terén. Tisztában volt vele, hogy nem csak a burkolat minősége, hanem az alatta lévő szigetelés, az alapozó vagy akár a ragasztó tulajdonságai is fontosak lesznek a későbbi használat során. Nagyon rossz tapasztalatokkal jövök, tehát olyan értelemben, hogy ugye tudom, hogy mi az, amikor recseg egy parketta, és tudom, milyen az, amikor esetleg egy lap leválik, vagy esetleg mozog. Ezért úgy gondoltam, hogy egyszer, ha hosszú távra tervezek, már pedig szeretnék hosszú távra tervezni, ezért tényleg fontosak az alapok, és így találkoztunk mi gyakorlatilag a kollégákkal is, és azóta azt kell, hogy mondjam, hogy nagyszerű. Tehát azt mondom, hogy nagyon jól beváltak a dolgok, nem recseg a parketta, nem, és ezek nagyon nagy dolgok, főleg vannak olyan folyóméterek, amikor a parketta azt hiszem 20 méterre le van téve, és egy nagyon nagy érzés az olyan végig, úgyhogy egy hangot nem ad. Ahhoz, hogy a kivitelezés hibátlan legyen, nagyon fontos a megfelelő előkészítés. Ez az a munkafolyamat, amelynek elmaradása később megbosszulja magát. Olyan felületeket kaptunk, ahol mindenképpen szükséges volt előkészíteni, szintkiegyenlíteni, felületet alapozni, és ezek a munkák meghatározták a későbbi végeredmény minőségét is. A kivitelezés során szükséges anyagok mindegyikével rendelkezik cégünk. Nem jelentett problémát számunkra a nagyméretű lapok rakasztása, a vízszigetelés kialakítása és a megfelelő burkolatok elkészítése sem. Több mint 20 féle anyagot használtunk szintkiegyenlítéshez, rakasztáshoz és az említett vízszigetelésekhez is. Sokan bizonyára nem is gondolják, hogy milyen összehangolt munka szükséges ahhoz, hogy a boltokban megvásárolt anyagok megfeleljenek az elvárásoknak. Ezt a gyártók laboratóriumaiban kísérletezik ki a szakemberek, majd a legkülönfélébb teszteknek vetik alá a készterméket. Mi laboratóriumi körülmények között, illetve a feldolgozási teszteken, az alkalmazás technikán ezeket kipróbáljuk. Nem célszerű ettől eltérni, mert a nagyobb mennyiségű víz például kisebb végső szilárdságot eredményez. Itt a laboratóriumban mechanikai tulajdonságokat, feldolgozási alapfeltételeket határozunk meg, ezt követően pedig
Az alkalmazás technika vizsgálja nagyobb méretekben a feldolgozhatóságot, az alkalmazhatóságot egy bizonyos területre. A teszteken átesett termékek ezután megjelennek a kereskedések polcain. Szakértőink egybehangzó véleménye szerint a vásárlóknak érdemes az egymáshoz tartozó rendszereket megvásárolniuk, így biztosak lehetnek abban, hogy a felhasználás után az anyagok maximálisan teljesítik feladatukat. Ez pedig feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az elkészült felújítás bosszúságok nélkül a család teljes megelégedésére szolgáljon.